a város önkormányzata még az elmúlt évben ígéretet tett arra, hogy az új kazinci város lévő 5000 zárt teret felújítja. A Deák kivitelezése már be is fejeződött, új sétányokat alakítottak ki, kicserélték a burkolatot és a padokat is. A felújítás megkezdése előtt még a tervezés időszakában fórumon egyeztettek a városvezetők a tér lakóival, hogy milyen jellegű legyen a felújítás, mondta Szitka Péter polgármester. A lakók kérésének figyelembe vételével a a pihenő funkció dominál a megújult téren. Kisebb homokozó kialakításával a legkisebbeknek is kedveztek. A parkosítás jövő év tavasszal fejeződik be, árult el a városvezető, aki biztosította, hogy jövőre a kazincitér is megújul, és a további terek tervezése is elkezdődött. Az előzőekhez hasonlóan, amikor az előkészítés a megfelelő szakaszhoz ér, a helyi lakosok véleményét szintén fórum keretében kérik majd ki. A teljes egészében önkormányzati forrásból biztosított kivitelezés egy, -egy tér esetében több 10 millió forint. A felújítások tovább folytatódnak, Jövőre tervezik az ötvös téri játszótér rekonstrukcióját is, hogy a környéken élő gyerekek biztonságban és modern körülmények között tölthessék szabadidejüket, tette hozzá a város első embere.